A film megtörtént eseményt dolgoz fel. A rendőrök 90%-a egész pályafutása során egyszer sem süti el a fegyverét. Azon a napon körülbelül olyan 1500 golyót lőttek ki ránk. Mi pisztolyokkal voltunk felszerelve, a rablók géppisztolyokkal tüzeltek. Az AK-47-es géppisztoly háborúra tervezett fegyver. Ezt a fegyvert arra találták ki, hogy a lövedék a páncélon is áthatolva megölje a célpontot. Aki bankrablásnál használja, az olyat tesz, amit eddig még soha senki Amerikában. A veszély mindig is leselkedik ránk. Az utcán, a kocsiban, talán még a szomszédban is. 44 perc. Ez fasza. Igen? Nem tudtátok egy kicsit lehalkítani az előtt? Jó. Jó vagy? Igen. Hagyd már. Mit mondtak? Semmit. Mi olyan vicces? Az életünk. Nos, Jim és Kelly, időjárás. Napos idő várható. A hőmérséklet délben eléri az évszaknak megfelelő 20 fokot. Uram, ne feledjem, hogy út sok van, de igazság csak egy. Segíts, hogy helyesen cselekedjek. Ébredj, Larry! Ó, francba, mennyi az idő? Gyerünk, gyerünk, reggel van. Főzzék kávét. Los Angeles-i zsaruk bíróság előtt. Röhely. Ismered őket? Davis, igen. Jó ember. Együtt jártunk az akadémiára. Feladod az adóbevallást? Igen. Ne feledd az ajánlott blankettet. A blankettet, persze. Vigyázz magadra.
Az apám a példaképen volt, és legenda a rendőrségen. Szolgálat közben halt meg, szívrohamban. Akkor töltötte be a 62-t. Világéletemben olyan akartam lenni, mint ő. Büszke ember volt. Örült, hogy bekerültem az osztagba. Járunk egyet? Van kedve sétálni? Jó kutyus. Mi vagyunk a SWAT, vagyis a különleges bevetési osztag. Minket vetnek be olyan helyzetekben, amikre a hétköznapi egyenruhások nincsenek kiképezve, sem megfelelően felszerelve. Rendőrség, ne ajtó nyitva! Befelé! Ne mozdulj kezeket fel! Nyomás, nyomás! Maradj velem, Dani! Feküdj! Feküdj, feküdj, feküdj! Fegyvert eldobni! Ne mozdulj! Itt fegyverek vannak, fegyverek! Fedezétek! A szentségit! Dani, gyere már az Istenit! Hol a fenében voltál? Van itt egy rakás gyanúsított. Dani, mégis mi ütött beléd? Magamra hagytál. Nem, ott voltam. Hé, szabályszerűen kell csinálni. Ne aggódj miattam. Pakoljunk és menjünk, jó? Nagy voltál. Jim és Kelly, ahhoz képest, hogy péntek van, a közlekedés viszonylag nyugodt. Azért mindjárt elmondjuk, hogy mely csomópontokat érdemes elkerülni. Az ég tiszta, enyhe észak-keleti szél fúj, és 10 perc múlva teljes közlekedési körképpen szolgálunk. RGR, rablásgyilkossági részleg. Mi vagyunk az elit. Mi kapjuk a kiemelt ügyeket. De ugye szigorúan bizalmasban. Vagy a szemtől szembenben. Joe Friday, meg a többi. Csak az a különbség, hogy a filmekben nem egyszerre 75 ügyön dolgoznak. Nekem figyelnem kell a prioritásokra, és 95-ben ők voltak a kiemeltek. Nevet is adtunk nekik. Úgy hívtuk őket a vérengző brigád. Chatworth, 2 évvel korábban. A két fickó úgy döntött, hogy gyorsan gazdagodik meg.
Megöltek egy őrt. Kivégezték. Elfogták. Szétlőtték a fejét. Egy AK-47-essel. Ilyen tűzerővel bankrablásnál még nem lőttek. A két csóka anomália volt. Megfogadtam az özvegynek, hogy nem nyugszom, amíg el nem kapom a férgeket, akik megölték a férjét. Az én szakmámban gyakran tesz ilyen ígéretet az ember. És szeretnénk komolyan gondolni. Akkor komolyan is gondoltam. 6 hónap múlva egy másik páncélautó. Aztán még 2 bank, túlszejtéssel. A legrázósabb műfaj, a zsákmány. Több mint $2 millió volt. Nyilván szerettek volna kellemesen élni, méghozzá lehetőleg minél előbb. Csak nekik nem volt kedvük gürizni érte. Egy nap felszívottak, de tudtam, hogy majd visszatérnek. Hé, hey, láttad? 911-es Porsche. Imádom. Utálom a németeket. Román vagy, vagyis gyakorlatilag német. Amerikai vagyok. És a Corvette-t meg a Mustangot szeretem. Hát, ha neked a lóerő meg a kinézet számít, akkor jogos. A Corvette az ász meg a mexikói csajok. Láttad azt a végét? Jó reggelt, uram! Jó reggelt, Louis! Nos, mit szól az új kocsimhoz? Hé, jó kis gép. Tetszik az arany. Pezsgő. Ha? A színe. Pezsgő. Ó. Oh. Dolgozzon szorgalmasan, és egy nap vehet ilyet. Nagyon remélem, uram. Nagyon remélem. Anyád. Itt a 6 George 11. Lefuttatnád a Queen-t? Oh, a fenébe. Jól vagy? Semmiség. Megmondhatod, ha fáj, nem gond, robotlány. Ó, persze, jöhet a litánia. Rendben, a nők sokkal keményebbek, ők szülnek, jobban tűrik a szenvedést. Jó, úgy van. De persze. Te is kibírnád a szülés fájdalmát, Harry. Inkább te, mint én, Hugice. Megmondom, mit szeretnék. Vigyél el egy szalszot klubba, és taníts meg szalszázni, az tetszene. Ó, ugyan, már ez már megint leégetnél. Érzem az ütemet, nem égetnél. Jó, persze, tudom, hogy érzed, de... 9-37, jelentkezz. 9-37, mondjad. Családi 451-es, Redford 5242. 9-37. Vettem. Ne butáskodj, gyere! Most érünk az autópálya fölé, ahol eléggé beállt a forgalom. Komoly torlódás alakult ki Highland-től délre, ahol a külső sávban lerobbant egy kamion. Aki észak felé tart, jobb, ha kikerülik. Késtek. Jönni fognak. Nyugi van. Nyugis vagyok. Nyugis vagyok, csak istentelen meleg van. Vegyél be ebből 3-at. Ez segít megnyugodni. Ne foglalkozz vele. Itt végeztünk is. Megmutatom a széfet. Az egyik kulcs nálam van, a másik Randynél. Csak az enyémmel nem lehet kinyitni. Értem. Mutatok valamit. Egy apró szakmai trükk. Tudod, hogy ez mi? 20-as köteg. 2 szalag. Látod ezt? Festett. Festett, értem. Itt is tartunk egyet, meg minden fiókban. Ha ezzel sétálsz ki a bankból, a bankjegyek közé dugott vörös festék a bejáratnál felrobban. Festékbomba. Egyszer bejött egy rabló. Ezzel akart lelépni. Kifelé menet elejtette, aztán felkapta, bedugta a nadrágába, és bum, felrobbant. Egy hamar biztos nem lesznek gyerekei. Gyakran van nálatok rablás? 3-4-et éltem át. Nem itt, másik fiókban. Figyelj, a pénz biztosítva van, érted? Sose állj ellen. Add át, amit követelnek. Rendben. Biztos?
Igen. Akkor ígyunk egy kávét, jó? Jó ötlet. Ja. Ja. Aztán berúgtam az ajtót. Tudtommal az öreg 7 varratot kapott. Engem nem ő aggaszt, hanem hogy úgy rontottál oda be, mint egy eszemen John Wayne. A társadat pedig magára hagytad 4 elkövetővel. Tudom, mit érzel, fiam. Az apád remek ember volt. Hadnagy, jól vagyok. Ennek ahhoz semmi köze. Rossz napom volt. 9000 zsaruval Los Angelesben. De közülük csak 60 fér be az osztagba. Nekünk nem lehet rossz napunk. Kapsz pár napot a gyászra. Fontos, hogy jól dönts. Hogy éles helyzetekben ösztönösen jól dönts. Legközelebb nem biztos, hogy egy 70 éves öreg ember áll az ajtó mögött. Nekem nem kell szabadság. Nem kérdeztem a véleményedet. Végeztem. Tessék, Frank. Köszönöm. Jobb, mint volt. Bírja még 20 évig. Igen. Remélem. De én bírom-e? Nagy túlélő vagy, Frank, te is tudod. Reméljük. Szia, Dani. Szia, Frank. Hogy vagy? Meg vagyok. Részvétem az öreged miatt. De jó zsaru volt. Együtt dolgoztatok, ugye, Frank? Ő volt a kiképzőm. 6 hónapig halálra szivatott. De akkor más volt ez a részleg. Tudom. Rohannom kell. A bíróságra megyek, úgyhogy... Vigyázz magad, jó? Majd találkozunk, Frank. Persze, persze. Kiképzőtiszt vagyok, és Bobby alig, hanem a 31 vagy 32. fiatal tiszt, akit én képzek ki. Egy fiatal zsarunak elsősorban azt kell megtanulnia, hogy hogyan lehet felhasználni a kiképzés során tanultakat a gyakorlatban egy valódi vészhelyzetben. Hé, hey, Bobby! Tiszta! Ja... Az éjszaka narkóst hoztak be, 2 tű a hátsó ülésen. Letakarítottad? Kesztyűben. Nagyon helyes. Kerekek? 50 mérföld és tükör simára kopnak. Stukker? Töltve hoztam tartaléktárat. Tank? Teli. Kávé? Fekete. Ha így folytatod, talán ma még ebédelhetsz is. Kopjál már le rólam, hallod? Ne szaglász utánam! Semmi között hozzá, hogy hol vagy! Asszonyom, nyugodjon meg, kérem! Ne csináljam már! Kopjál már le rólam, hallod? Be fogom perelni magát, ereszted el! Most nyomás! Nyugalom! 4 Charlie 11, veszed a hívást? Itt a 4 Charlie 11. 16. 16, az jó. Nem értem, mi ütött belé. Fogyasztó vagy bandatag? Ki tudja azt? Már nem a fiatal korúakhoz mész. Dév 12. De nem, a nagy fiúk közé. Lefuttattam a bujkot, amit kérdeztél. Rendben. Örülni fognak. Figyelem, 240-es lesz, aki randira vigyen. Ismétlen 240-es az A70-esen. Nincs apja, aki segítene. Egyedül nevelem. Megértem. Felnőtt. Hogy tudnék megállítani egy férfit? Tudom. Egyedül vagyok. Igen. Mindent elkövetek. És jobb is, ha van fiúd. A Florenciában mi is az arány? Heti 2 gyilkosság. Egy pillanat. Igen, nem tud rólam semmit. Tudod mit? Megvan a cím. Oda kerülsz, ha még Orange egyszer bántod az anyádat. A családi erőszak nem tett. Ez lesz az. 6 hónapig jól tanult, jó jegyeket hozott, minden nap bejárt. Aztán egy nap felhívott az igazgató, és elmondta, hogy 2 hónapja a színét sem látták. Ön erről nem is tudott? Dolgozom, korán járok dolgozni, későn jövök haza. És hány állása van? 10999. Legalábbis ez van a nyilvántartásban. Néger kikupálódott az akadémián, és most nekem veri a nyálát. Rendben, közben. Menjem már. Ellenőrizzük, vétel. Ramon, mondok én valamit. Felismered? Ha? Nem ő volt a bandátok vezére? Amíg teljesen be nem kattant. Nem tetszik az albumom? Nézd meg! Ja, itt van még egy fickó. Nézd meg! Ha? Ez itt Odog, Itni. Ismered? Ismétlem. 11 James. Ugyanitt ült, ahol most te ülsz. Le kell téged fotóznom, hogy legyen rólad előtte is. Tudja valaki, hol van a 11 James? Meg utána is. Lehet, hogy megint fánkozik. Központ, itt a 11 James 6. Vétel. Nem tetszett az albumom, ha? Isten hozott.
Szerinted te hol végzett? Kéne a Bellinger Street üzlet. Hogy végzett rá? Ahogy ő. Várj egy pillanatot, nem találom. Ezen gondolkodj el. 55, 25, 47, ez lesz az. Médiabetyárak. Reggel kirabolják a bankot, aztán délután már látják is magukat a tévében. Még nincs nyitva? Jó napot, Frank. Hello. Tanúskodik a tárgyaláson? Ki tudósít róla, maga? Ó, hagyd nyilatkozni. Persze, szerintem bűnös a zsaru. Három zsaru van benne. Akkor nyilván mind a három bűnös. Maga ezt fogja mondani, igaz? Igaz. Most már van egy forrása. A 60-as években volt a vádzavargás, aztán a 70-es évek elején a Hillside-i folytogató, meg az éjszakai szatír. Mindenki jó begyulladt. Annyira, hogy este ki sem mert jönni a házból. Aztán jött a 90-es évek, Rodney King megverése, és azóta már csak rasszista csürhe vagyunk, igaz? Eltart egy ideig. A bíró jóvá hagyta a védelem indítványát. És ez mit jelent? Hogy megrendelhetem a vacsorát? Nagyjából. De tényleg meddig tart? Pár óráig. Rendben, köszönöm. Elfelejtette OJ-t. Tényleg? Uh-huh. Nézzenek oda. Tudja mit? Keressen fel egyszer otthon. Valamelyik este, és megmutatom a Bruno Maggi cipőmet. 46-os. De csak fél pár. A másikat elhett a Brentwoodban. Viszlát, Frank. Viszlát. Rendben van, kiszálltam. Jó étvágyat. Gracias, señor. De nada. Megadtam. Ezért bajba kerülhetünk. Látod ott azt a kölyköt? Ő van bajban. Nem mi. Mit csináljak, ha csak így lehet elriasztani? A szándék jó, Henry. De egy éles ügyfotóit mutattad meg neki. És még te beszélsz. Tudod, az, hogy nem állsz ki az elveid mellett, nem jelenti, hogy én se állok ki a sajátjaim mellett. Te nem is ismered az elveimet, Harry. Csak arra célzok, hogy ma elég, ha csúnyán nézel egy gyanúsítottra, már perelik is a kapitányságot. A bíróság meg tutira ránk veri a balhét, igaz? Nem árt, ha megnézed azt a parkolót. Ki tudja, a múltkor is ott bukott le. Ha te mondod, de itt nincs semmi. Húzz beljebb. Fordulj meg, hogy kinyithassam. Ha te mondod, de itt nincs semmi. Dave 11. Éhes 10-4-est jelentettek a Palmról. Hol történt? Egy ékszerboltban. Hoztam kaját. Ma hajnalban lehetett. Megjött. Hova megy? Hova megy ez? Nem ő az emberük. A fenébe! Kurva életbe, öregem! Készen álltok? Igen. És ne feledd, péntek van, ma te fizeted a pizzákat. Persze. Luis, ki tudná ezt nyitni? Igen, uram, már is nyitom. Köszönöm. Mi van Baxterrel? Az asztalnál van. Jó, remek. Judy, ez eltarthat egy ideig. Jó reggelt. Jó reggelt. Szép jó reggelt mindenkinek. Jó reggelt. Változik a terv.
a bankot rámoljuk ki. Jó, benne vagyok. Rámoljuk ki a bankot. Halló? Szia, szívem. Szia. Sikerült visszaaludnod? Á, nem. Az nem úgy megy, mi? És te mész valahova? A postára. Örömmel hallom. És este későn jössz? Ma szeretnék időben hazaérni. Ó, remek. Jó, akkor majd hívlak, szívem. Szeretlek, szívem. Én is téged. De Jarunak a pillanat tört része alatt kell döntenie, amin életek múlhatnak. De mindenki másnak, a főnöknek, a vizsgálóbizottságnak, az újságíróknak. Rengeteg idejük van arra, hogy véleményt formáljanak arról, hogy az ember mit tett, hogy hogyan járt el. Mint az ember minden nap vizsgálnák. És előbb-utóbb meddig lehet bírni a nyomást? Egy nap azt mondja, elég. Kérem a nyugdíjazásomat. Mindenkinek teretjárója van. Azok jók. Ja, és kellemes vezetni őket. A szentségit! A rohadt életben! 2-11! Mindenki a földre! Feküdj! Harcol le! Aki megmosztam vége! Ne nézzel rám! 15A39, alig hanem 2-11-es van folyamatban. 6600 morel kanyol, a Bank of America fiók. Több gyanúsított AK-47-essel felszerelve. Rendőr, segítséget kér! 2-11-es! Állítsuk le a forgalmat! Várj! Beállok a másik sávba! Minden egységnek 2-11-es folyamatban. 6600, Laurel Canyon, lövése. 9M37-es, megyünk. Keresztem ki! Hallja! A gyanúsítottak férfiak golyóállóban. Géppisztolyokkal, ismétlem, lövések dördültek. Elindultam. Aznap akartam bedobni a törők között, de aztán jött a hívás. Az ember ilyenkor nem szállhat ki. Feküdj! Figyelem minden egységnek! Rendőr segítséget kér! 6600, Laurel Canyon! A rendőr segítséget kér a legfontosabb hívás. Azt jelenti, hogy valaki elesett. Bajban van. Segítséget kér, és mindenki, aki a környéken van, tűz oda. Nekem a rendőrség volt a családom. Az apám 31 éven át volt zsaru. Az anyám kiskoromban halt meg, úgyhogy nekem ők voltak a családom. Eljártak hozzánk, együtt piknikeztünk, és ők a családom. Ha meghallom a rendőr segítséget kér hívást, a családom kér segítséget. A családom van veszélyben. Azonnal rohanni kell. 2-11-es North Hollywoodban rendőr segítséget kér! Kapjátok össze magatokat, és nyomás! A 2-23-osokat hozzátok, az MP5-ösök nem kellenek. Már is indulok! Aki megmutam, meghalt! Kétszer voltam Vietnámban,
És az ember két dolgot soha nem felejt el. Hogy hány napot húzott le, meg a kínai gyártmányú AK-47-es hangját. A két fickó az AK-47-essel tüzelt. Nekem 9 mm-es berettám volt. Rossz helyen voltam, rossz időben, a rossz fegyverrel. 15 A-39. Egy egységet az északi oldalára, egyet a délire, egyet hátra, ha lehetséges. Gyorsan! Felállni! Nyomás, nyisd ki a páncéltermet! Mi? Mi? A páncéltermet! Kell hozzá még egy kulcs! Kinél van? Rendinél, ott! Rendi! 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 Nálam van. Hozog már! Gyorsabban! Jó, ne bántsanak senkit, itt a kulcs! Add már! Jó! Pofa be! Tekügy arcon a földre! Arcon a földre! Valami balhé van! A Bank of America fiókban. Nem tudom. Azt még nem tudjuk, hogy hány elkövetel állunk hogy mi. Szemben. North Hollywood fölött járunk, ahol több rohamkocsi vesz körbe egy épületet, ami alig, hanem a Bank of America fiókja. Itt az Adam 11-1, az Adam 11-1. Vettem. Adam 11-1, hol vagytok? Az Archwoodon. George 11-7, jelentkezz, vétel! Itt a George 11-7, vétel! Itt a George 11-7, egy perc is ott vagyunk! Davis 11-5, jelentkezz! Egyelőre még nem tudjuk, hogy hány elkövető. Mióta vannak bent? Olyan 6 perc. Központ, itt a Davis 11-5, egy sarokra vagyunk. Itt a 15L10, minden egységnek, rádiócsend, ismétlen, csak vészhelyzet esetén használják a rádiót. Vettem. Tudják, hogy itt vagyunk? Már hívtam az igazgató irodáját, nem veszik fel. Tudom, kik ezek. Komolyra fordulhat. Le kell zárni az épület mögötti részt, most azonnal. Forgalmat lezárni az Oldridge-en és a Kittridge-en. Rendben. Civil nem mehet, de gyanúsított nem jöhet ki. Kimentek a déli oldalra. Utánam. Rendben. Nyomás. Ti meg a Kittridge-re, vigyél még egy kocsit. Egy feltétellel engedlek el. Maga megőrült, nem hallotta? Ez itt egy bankrablás. Azzal a feltétellel, hogy nem blitzelsz a suliból. Jól van, ereszem már el! Egy pillanat. Látom, van rajtad feszület, igaz? Igen. Jól van. Ez tedd el. Te jobban rászorulsz, tedd el. Egy biblia? És mi a frászt kezdjek vele? Olvasd el! És melyik részét? Amelyik rólad szól. Ramon, figyelj! Ha még egyszer kezet emelsz az anyádra, megvan neki a számom. Én adom vissza. És ne kerülj be az albumba. Nyomás. Menj. Elengedted? Menjetek be a bank mögé. Hé! Rendben. Hé! Én jelentettem. Az a két fickó megállt, aztán bementek a... Hölgyem, már intézkedtünk, érti? Menje hátrébb! Láttam, hogy bementek a bankba. Hátrébb kell mennie. A 101-es a déli irányban kezd feltorlódni. A 405-ös tiszta, de mindkét irányban lassú. Stúdió itt a Skyfox. North Hollywood fölött járok, és valami történt ott lent. Mindenütt zsaruk. Körbeveszik azt a bankfiókot. Nem tudom, mi folyik ott, de komolynak tűnik. Nagyon komolynak. Állítólag lövöldözést is hallottak a bankból. Mit csináljon? Lövések is voltak. Bill! Bill! Élőképünk van. Bankrablás van folyamatban North Hollywoodban. Be kéne adni. A rendőrség kint van? Több autóval. A bankban már lövések is dördültek. Jó, adjuk be. Élőben. Rendben, mindenki készen áll? 3, 2, 1... Te egy North Hollywoodi jelentés miatt szakítjuk meg műsorunkat.
túlerő miatt meg kell adniuk magukat. Parancsnok? Halló? Halló? Uraim, szükségem van egy vonalra. Ez felesleges, hallja? Hofa be! Hagyd a szaros széfeket, ezt nézd ki! Hé! Hey! Pakold tele! Maga! Arccal a földre! Igyekezz! Azt mondtam, arccal a földre! Gyorsan, gyorsan, gyorsan! Küldje be ide! Elnézést, rendőrség! Válsághelyzet van az utcán, szükségünk van a boltjára, meg a telefonjára. Igen, uram. Frank, növelnünk kell a lezárt területet. Üljünk le és tervezzük meg! Feküdj! Siess már! Ne bábuljon! A fegyveresek még bent vannak a bankban. Nem tudjuk, hány ügyfél tartózkodik odabent. Jim és Kelly, amit megtudunk, valamit jelentkezünk. A Sherman Way és az Oxnard. A kelet-nyugati irányú forgalmat le kell állítani. Légi tízes. Itt a légi tízes. Hogy állunk a lezárással? Érkezik még négy egység. Hol a többi? Hol a többi? Csak ennyi van, a reggeli szállítmány még nem jött meg. Ne hazudj! Nem, a közelmúltbeli rablások miatt csökkentették a készpénzszállítmány mennyiségét. Ne lőjön! Gyerünk az automatákhoz! Nyomás! Rendben! Gyorsabban! Rendben! Nyugi, feküdj! Figyelem mindenki! Felállni! Egy-kettő! Nézd ki! Nem bírom, bátya! Alkalmazottak nem férhetnek hozzá. Ez mi a frászt jelent? Ó, intézkedés, csak a szállítók tudják kinyitni. Szekély! Csak tétlenül várunk. Nem rohanhatunk be. Várnunk kell kedvező pozícióra. Sajnos civilek is vannak ott, valakinek baja eshet. Nem tudjuk, hogy ki van még bent, hányan vannak. Azt sem tudjuk, hogy vannak-e áldozatok. Arccal a padlóra! Fofa be, ne bámuljon! Mi tart ilyen kurva sokáig? Hé, köcsök! Hogy az idő? Mi a fene van ott? Rohan az idő, mit csinálsz? Nem bírja kinyitni ez a köcsög! Nyisd ki, köcsög! Nem tudom. Dehogy nem! Nem tudom! Kinyitni! Lövések dördültek. A helyzet rendkívül komoly. Figyelem! Lövések dördültek. Ismétlem, lövések dördültek. A szentségit! Hogy a francba lehet kinyitni ezt a szart? Én nem ismerem a kombinációt! A francba! Gyerünk! Mozgás! Kivegyük! Mozgás! Mozgás! Nyomás! Most mit akarnak tenni? Ezek nem tréfáltak. A fekete maszk, a szemük, ahogy nézett rám, érti? Sosem felejtem el. Ijesztő volt. Nagyon. Azt hittem, nem úszom megélve. Azt hittem, arra gondoltam, öregem, hamarosan te is ott heversz holtan. Bizony. Feküdj! Mindenki feküdjön! Larry, meg van a pénz? Kik ezek? A zsaruk. Nem az tudom. Biztos, hogy lövések történtek, de hogy vannak-e áldozatok, azt vannak már áldozatok? Kérem, értsék már meg! Nem jöhetnek ide! Ne, várjon! Hova megy? Kérem! Ura, átrém!
Mike, menjenek gyorsan egy képet a bankról. Rajta, nyomj! Kérem, nem szíves! Chris, itt áll, itt jól. Hölgyem, menjenek haza! Mit fogjak tenni? Kérem, álljanak hátrébb! Ismétlem, lövések dördültek. Forduljon vissza, kérem, forduljon vissza! Szentségét már, vagy húgalak valami útvezárás! Nem, nézze, 10 percen belül megbeszélésem van! Ha nem hallgat rám, a harckéne lesz megbeszélése, forduljon meg és menjen innen! Nyugi, rögtön ott leszek, ne aggódj! Azt mondta, forduljon vissza! Miért kell mindig lezárni az utcákat? Gökkentele van ezzel a várossal, mindegy visszafordulok! Tolasson vissza! Ez elküld, ezt nem hiszem el! Még nem tudjuk, hány fegyveres van ott. Figyelünk, és amíg lehet, a helyszínen maradunk. Itt a rendőrség! Fegyvert eldobni! Ismétlem! Fegyvert eldobni! Két fegyveres most jön ki! Tüzet viszolozni! Feküdj! 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 Fedezék be! Tűz! Tűz! Tüzet viszolozni! Feküdj! Ösztűz! Mindenki tüzeljen! Ösztűz! Szedjétek őket! Úristen! Az elkövető 500 lövést adtak le. 15L10. A gyanúsítottak kijöttek. Golyóálló mellényük van. A fegyverük AK-47-es. Ismétlem, golyóállót viselnek. Mindenképpen a fejüket célozzák. Srácok, több gyanúsított támadó fegyverekkel golyóállóban vannak. Az MP5-ös nevessétek be, azt hagyjátok, csak 223-ast használunk. Eltaláltam őket, de nem esnek el! A golyóálló miatt! Fejlövés! A fejre célzok! Ösztűz! Itt vagyok a Laurel Canyonon, North Hollywoodban, ahol bankrablás van folyamatban. Amit a háttérből hallanak, az nem filmforgatás zaja, ezek valódi lövések. Az információk elég lassan csordogálnak, de a North Hollywoodi bankban... Egy North Hollywoodi bankban... A rendőrség már... Ismétlen, valóságos golyózáporban állunk. A fegyveresek lőnek mindenkire és mindenre. Los Angeles összes rendőri egységét ide hívták. Rendőrfeleségként tudom, hogy bármelyik nap lehet az a nap, amikor nem jön haza. Az ember vagy ezen rágódik és beleőrül, vagy követi a példámat, ami az önáltatás. Tudjuk, hogy történnek rossz dolgok.
De azt gondoljuk, az enyémmel nem. Ő ügyesebb annál, okosabb. Nekem ez általában sikerült, de azon a napon nem ment. Tüzeljetek! Figyelem, a gyanúsítottakon golyóállóban. Ismétlem, golyóállóban vannak, egyelőre képtelenség őket megállítani. Fedezzétek! Henry! Egy rendőrt, aki egy civilnek próbált segíteni, eltaláltak. Elesett innen, nem látom, hogy mozog-e még, de súlyosan megsérülhetett. A mentők egyikhez sem tudtak még odaérni. Egy rendőrt eltaláltak. Eltaláltak egy rendőrt, aki egy sebesült civilnek próbált segíteni. Sebesült rendőr, be kell hozni valahogy! Próbáljátok meg fedezni! Fedezni! A mentők ne menjenek a tűzvonalba. Ismétlem, a mentők ne menjenek a tűzvonalba. Egy rendőrtiszt megsérül, de nem tudjuk, hogy mi van vele. Hála az égnek. Hol vagy? Miattam elaggult, semmi bajom. Nézed a tévét, mi? Egyelőre se a társai, se a mentők nem képesek megközelíteni. Azt mondják, rendőrök estek el. Peti, nem vagyok az akció közelében. Semmi bajom. Ne aggódj. Jól vagyok. Miattam ne aggódj, jó? Nem aggódom. Senki se aggódik, rendben. Tűnik, csak azt akarom, hogy vigyázz, jó? Meg fog oldódni, majd megyek. Le kell tennem. Szia. Nem tudom, hogy a képernyőn látható-e, de a golyók szó szerint széttépik a rohamkocsikat. A golyók áthatolnak a kocsikon. Egy rendőr biztosan megsebesült. Lezárta a környéket. Henry! Henry! Hé! Nicole, tégy meg egy szívességet. Bármit, Henry. Amit csak akarsz. Azt kérem, hogy imádkozz értem. Már megtettem. Akkor nem lesz semmi baj. A 170-es kezd beállni, miután a rendőrség lezárta a Burbanki és a Victorinál lévő kijáratát. Dugó. Figyelem, itt a 43 David. Kérek valakit a parancsnokiból. Itt Frank, ti mikor értek ide? Frank, 10 percre vagyunk. Nem ártana egy kis eligazítás. Az út totál be van állva. Rendben. Több elkövető golyóállóban, akár 47-essel. Ők lesznek azok. Erre készülünk. Automatikusan cselekszünk, nincs időm gondolkodni, a természetünké válik. Ösztönösen lépünk. Nem hiszem, hogy szándékukban áll megadni magukat. Látták az erőinket. A raklók folyamatosan tüzelnek. Úgy látom, a raklók visszamennek a bankba. Ja! A szentség, itt kurva sokan vannak. Lemba, itt vannak ezek. Ja, persze. Ezekhez kurva keresek. Több rendőr és civil megsérült, közülük nem egy súlyosan. Meg nem erősített jelentések szerint egy egyenruhás rendőrt többször is eltaláltak. Őt egyelőre még képtelenek voltak. Nem várhatunk az osztagra. Jack, vérzel? Mi? Vérzel? Ah, csak egy karcolás. Te jól vagy?
Én jól. 4 évvel korábban letartóztattuk a 2 fickót. Egy közúti ellenőrzés után. Egy Glendale őrmester talált egy AK-47-est, meg 1200 lőszert a csomagtartójukban. 6 hónapot leültek, aztán kisétáltak. És a bíró visszaadta a fegyvereiket. A védőjük szerint abból fizették a perköltségeket. Hát nem ész boltok? Rögtön ott vannak. Harris! Hey, Harris! Ja, mi az? A tűzvonalban vagy! Gyere már onnan! Ó, a benzintank mellé? Köszönöm! Marha! 15 L10. Kérem a B100 R1-ségét. Kérem, menjenek át! Figyelem, az egész városra kiterjedő készültség. Újabb parancsig az egész városra kiterjedő készültség. Itt a 15 L10. Tartsák a pozíciót. Lehet, hogy újra kijönnek. Ismétlem, tartsák a pozíciót! Henry! Hey! Henry, hallasz engem? Jön a SWAT, Henry. Kitartás. Henry, hé! Henry, hallasz engem? Henry! Tűnjön már innen! Rendben. Vigye ide a kamerát! Meg akarja öletni magát? Maradj velem, hallott? Maradj velem, Henry! A rendőr segítséget kér. Itt a központ, vettem. Hol vagy? 94-9. Figyelem, a sebesülteket a Cedars és a Memorial kórház fogadja. 94-9, kitartás. A segítség útban van. Mi a pontos hely? 94-9, mi a pontos hely? 94-9. Elesett rendőr, 3-as kód. Rendőr segítséget kér, 3-as kód. Hey! Ki kell hoznunk azt az embert? Gyorsan! Nem fogja túlélni. Hogy akarja? Én beülök ebbe a kocsiba, és bevágok oda. Jöjjön mögöttem! Rendben. Henry, Henry, kitartás! Kihozunk. Nevezetsz, én fedezlek. Rendben. Legyen elég nagy a káosz, hogy kicsúszhassunk. Rendben. Persze. Most alig van mozgás. A rablók valószínűleg még bent vannak. A rendőrség nem támad, még várakoznak. Tudod, ebben a bankban váltottam a Visa kártyámat. Komoly? Ha megúsztuk élve, kérheted, hogy növeljék a hitelkeretedet. A felszerelésünk nem kielégítő, az elkövető golyóállóban vannak. Ha elveszítjük egymást, akkor este a rejtek helyen. Inkább meghalok, mint hogy a sitten rohadjak meg. Úgy van. Megcsináljuk, megcsináljuk. Nem megyek börtönbe. Én se. Nem megyek börtönbe! Gyerünk! Mozgat! Ez szinte hihetetlen.
Ott abban a helyzetben tehetetlen voltam, nem voltam ura a helyzetnek, azt se tudtam, hogy túlélem-e. És azt mondják, ha az ember a vére 50-60%-át elveszíti, akkor vége van. Én az enyémnek a 40%-át elvesztettem, féltem, és eszembe jutott egy régi dolog. Egyszer régen gyalog üldöztem egy gyanúsítottat. Ő rám lőtt, én meg fedezékbe bújtam. Lehetséges, hogy túl sokáig rejtőztem. A gyanúsított elmenekült, aztán később kirabolt egy családot, és megölt valakit. És az embert mindig bántja, hogy talán hibázott. És mivel azon a napon hibázott, valaki emiatt halt meg. A bankrablás napján tudtam, hogy elkövetek mindent, amit tudok, hogy segítsek a kollégáimnak, hogy ezek a bűnözők ne szökhessenek el, hogy senkinek ne árthassanak, ne ölhessenek többé. Bevallom, hogy már jó ideje figyelem az eseményeket, még mindig alig bírom felfogni, amit látok. A pénz, Larry! A pénz! Ott volt, vagy 50 rendőr. De ez megfordult és visszament. Hidegvérrel, mint ami se történt. Mi a fenét csinál? Aki berakta a festékes pénzt, annak vége. Istenem, nyugodt lélekkel gyilkolt. Leírhatatlan. A fegyveresek tovább tüzelnek a rendőrökre, és megpróbálnak elmenekülni. Több tucatnyi rendőr és civil sebesült meg, de a jelentések szerint... Ki lövöldöznek az utcán? Ó, eljünk, amíg nem múlik el a veszély. A helyzet oldal el hat szintérre emlékeztet. A tüzelés folytatódik. David, keletre vagyunk egy sikátorban, ami a Lorraine-re nyílik. Két perc és ott leszünk. A rendőrök akciója eddig nem vezetett eredményre. De szüntelenül tüzelnek. Egy pillanat, ez ránk lő. El kell mennünk innen. Úgy tűnik, hogy most felfelé tüzel. Igen. Menjetek onnan, menjetek! A helikopterre is lőnek. Itt a helyszínen teljes a káosz. Mindenki fedezéket keres. Menjen el a sarki fegyverüzletbe, és hozzon el onnan annyi félautomata fegyvert, amennyit is lőnek. Kétségbejtő, hogy tőzerőben ennyire felülmúlják a rendőrséget. Zárj be! Ahogy megbeszéltük, te vezetsz, én fedezlek. Ölöm a zsarukat.
megtelenítettek az erőviszonyok. A golyók továbbra is záporoznak a rendőrökre. Ők visszalőnek, de annak semmi hatása. Urak. Fegyver kell. Komoly a rendőrök folyamatosan viszonozzák a tüzet, de szükségünk a tűzpisztolyáig nem viszik át a golyóállókra. Milyen van? A tettesek viszont kényelmesen sokan tudják tartani az amerikai ellenszer, az AR-15, és ez biztos megfelel. Vagyon a R-15, ezt a hadsereg használja. De ha igazán komolyat akar, akkor itt ez a Remington 700. Nagy hősiességre vall a rendőrök részéről, hogy ilyen egyenlőtlen feltételek között is folytatják. Ha van igazolvány a hitelkerete, lecsekkolják. Elviszik az egészet, mindent. Rendben, hey John! Igen? Segítenél? Persze. Tessék. Lőszer is kell. Kitartanak a végsőt. Már is hozzá lőszert. Megjöttek! Figyelem! A különleges osztag megérkezett a helyszínre. Ismétlem, a különleges osztag egysége megérkezett. Akcióra felkészülni! Parancsnok, itt a 43 David, itt vagyunk. Gyerünk! Igen, Jim, meg nem erősített jelentések szerint lehet egy harmadik, akár negyedik tettes is a bankban. Eden 15 jelentkezik vételt. Eden 15, vonuljatok vissza a Wellingtonra. Le kell zárni. Jay, igen? Hozd ide azt a páncélautót. Az lesz a fedezék. Már is. Hadd nagy, a gyanúsítottak hol vannak? Két gyanúsított keletnek tart. Az Archeren. Elképzelhető, hogy van még egy harmadik gyanúsított is a bankban. Aki túszokat ejtett. Lövéseket hallottak. Értem, srácok, egy lövöldöző a bankban. Be kell hatolnunk. Mozgás, hallottál? Figyelem minden egységnek, aki az átút közelében tartózkodik. Elképzelhető, hogy a gyanúsítottak arra menekülnek. Ismétlem, elképzelhető, hogy a gyanúsítottak az átút irányába menekülnek. Írja a polgármester számlájára. A tettesek foszthatják el a banképületét. Közben tovább tüzelnek a rendőrökre. 15L10. A gyanúsítottak megpróbálnak elmenekülni. Az Archwood Street-en vannak. Keleti irányba tartanak. Az Archwoodra! Hé, félre az útból! Központ, itt vagyunk az Archwoodon. Rendben, vettem. Most hatolnak be az épületbe. Figyelem, az Archwood felé tartanak. Rendőrség, kinyitni! Kinyitni! Figyelem, a különleges különlegesek behatoltak a bankba. Ismétlem, a különleges osztag emberei behatoltak a bank épületébe. Már csak mi vagyunk itt. Elmentek. A bank tiszta, maradjanak itt bent. Nyomás! Ez az. Itt a 15L10. Figyelem! Gyanúsítottak most mentek ki az Archwoodra. Keleti irányba mozognak. A szupermarket mögött vannak. Utána! Utána! Nem léphetnek meg! Utána! Most kapd el! Most tiszta! Phil! Még egyszer! Eli most elkaphatod! Tűzelj! Nem lépem meg meg! Kerülj mögé! Kerülj mögé! Larry! Szállj be a kocsiba! Nem szállhat be! Szállj már be! A szemségét! Tapd el! Gyere már! Fedez! Ez egyre különösebb. Lelassítottak, de a rendőrség képtelen őket megállítani. Most gyorsítanak! Szétválnak! Az Archwood mind a négy sarkára rendőröket kérek! A lezárt területet négy háztömbben terjesszék ki! Le kell zárni az összes utcát! Nyomás! Nyomás! Befordultak! Utánuk! A kettes számú elkövető egy fehér kocsiban kelet felé tart az Archwoodon. Az egyes számú elkövető gyalog menekül, egy kamion mögött van. Hmm.
Gyerünk! Gyerünk! Eldobta a fegyverét! Ott van hátul! Gyerekek! Menjetek be! Rendőr vagyok! Menjetek vissza a házba! Gyorsan! A kertek között van. Eltaláltam a lábát! Az egyik fegyverest eltalálták. Elesett. A rendőröt most veszik körbe. Nem mozog. A kocsi nagyon lassan halad. Megpróbál elmenekülni. Úgy látom, a rabló másik járművet akar szerezni magának. Larry! Á, én mondtam! Mondtam, hogy szállj be a kocsiba! Megmondtam! A másik irányból jönnek az autó. A rendőrök egyébként nincsenek az Archwoodon. Ez egy lakóövezet. Meg akar valakit állítani, de az autósok kikerülik. Nem tudom, tudják-e, mi folyik itt, de eddig nagyon szerencsések. Nem tudunk átmenni. Hé, öreg! Kölcsön adja a kocsiját! 10 dollár! Adj engem, békén! Hé, adj ide! 10 dollár! Tessék, adok érte 10 dollárt! 10 dollár, ember! Igen, az egyik valóban... Zárják már le az utcát! Tüzel. Kilőtt a kocsi ablakán. Az áldozat most az utcán szalad. Úgy tűnik, nem esett baja. Na végre. A fegyveres átszáll a másik kocsiba. Kértek? Ezt akar rádok? A vizitek elkaptok, a francokat. Én vagyok az ász. Egyelőre úgy tűnik, hogy nem indul el a kocsi. Indulj már! Gyerünk! Az válik a helyzet urává, aki kezdeményez. Az dönti el, hol és mikor fog megtörténni, és hogyan. Az nem lehet a rossz fiú. Nekem kell írni. A szentségét! Rálát! Ez észpontú! Mindenütt golyók záporoznak. A különleges osztag megérkezett, és közvetlen közelről tüzet ki. Vigyázz a keresztűzre! Kiürült a tár! Fedezek!
Indíts! Metsz, nyomás! Lássam a kezét! Amikor megláttam a fekete maszkot, azt gondoltam... Kezdődik. De azok a pillanatok, amikor segít a kiképzés. Megijedek-e? Igen. Félek-e? Asztilos. Úgy tűnik vége. A rémálomnak vége. Nézd meg a kocsit! A gyanúsítottat sikerült őrizetbe venni. A földre! A gyanúsítottat sikerült őrizetbe venni. Rendben, vettem. 15L10, 4-es kód, srácok. 4-es kód, vége. A szentségét! Minden egységnek a Lorel vagyon környékén. A bankrablókat elfogták. 4-es kód. Ismétlem, 4-es kód. 4-es Nekünk kéne tűzfölényben lenni, de akkor ők voltak. Mi csak akaraterő terén, de tudja mit? Bármikor inkább az akaraterőt választanám. A Memorial fogad díszsebesültet. Rendben, vettem. Nézd, Bobby. Kilapította. Atya ég. Hát ez elképesztő. Rendben jössz. 901. Vettem. A Memorial fogad díszsebesültet. A Memorial várja a Bobby 12-est, a Charlie 21-et és a Dave 12-t. Ha vele gondolok, hogy micsoda tűzerővel álltunk szemben, hátrányban. Az emberek szerencséről beszélnek. Az a szerencse, hogy a golyó nem ért fontos szervet. Az tényleg már. De a nagyapám szerint csak az lehet szerencsés, aki felkészül és úgy vállalja a kihívást. Az lehet szerencsés. Én az voltam. Sokan azok voltunk. Szerencse, hogy azon a napon végül is csak két ember halt meg, az elkövetők. A rossz fiúk, de ez nem csoda. Ez csodák sora volt. Csak csodák sora. Itt a Dév 12-es. Egy perc és bent vagyunk. Rendben, emeljétek le. Ön már a másikba kell tenni. Rögtön ide szólat. Várjon. Nézze. Szia. Jól van. Igen. Ez kolléga. Hey, kösz, Bobby. Köszönöm.
Uram! Jól kicsinálta. Tudok valakit, aki vállal légzsákcserét. Holnap zárva leszünk? Nem. Fura, hogy az élet milyen gyorsan visszatér a normális kerékvágásba. Sőt, már másnap nagy sor állt a bank előtt, és az egyik nagyon kedves ügyfél még panaszkodott nekem, hogy késve nyitottunk ki. Az élet megy tovább. Bizony tovább megy. És nem áll meg. Fura, hogy most történt. A Los Angeles-i rendőrségen pocsék volt a hangulat. A közvélemény szidott minket, és akkor egyszer csak váratlanul beütött ez. Utána még a média is hősnek kiáltott ki minket. Nem azért állunk sarulnak, hogy szeressenek minket, hanem mert imádjuk ezt a munkát. És valakinek azért el kell kapni a rossz fiúkat. És azon a napon, a 44 percnyi tömény terror alatt egyetlen rendőr sem pucolt el. Mind tette a dolgát, és ez jelent valamit. És 44 percnyi tömény terror alatt egyetlen rendőr sem pucolt el. Tett sem. És ez jelent valamit. Ennyi. Jó? Remek. 1997. február 28-án pénteken a terror pillanataiban a Los Angeles-i rendőrség rendkívüli hősiességről tett tanúságot. A North Hollywoodi bankban történt lövöldözésre sokáig úgy emlékeznek, mint az ország egyik legvéresebb bűncselekményére, és mint a rendőrei példamutató hősiességének iskolapiklájára. Tegnapi nap hősei a Los Angeles-i rendőrség tagjai voltak. Abban mindenki egyetértett, hogy a rendőrség rendkívüli bátorságról tett tanúbizonyságot. Azon a napon, minden idők leghosszabb városi lövöldözésében 12 rendőr és 8 civil sebesült meg. A Los Angeles-i rendőrségen dolgozó férfiak és nők bátorságának köszönhetően senki sem halt meg. Az, hogy senki se halt meg, csodák egész sorozata. A North Hollywoodi lövöldözés óta a Los Angeles-i rendőröket járőrizéshez felszerelték M16-os géppisztolyokkal. Kötelesség teljesítés közben tanúsított bátorságukért Don Anderson, Richard Massey, Steven Gomez megkapta a becsület érdemrendet. A tegnapi nap igazi hősei természetesen a Los Angeles-i rendőrtisztek, akik golyóálló mellény nélkül gyengébb fegyverzettel bátran megállították a két állig felfegyverzett rablót. Szeretnék köszönetet mondani Roller parancsnoknak és a North Hollywoodi kapitányságnak. A rendőrtisztek köszönjük, amit kért. Viselkedését követően valósággal üzenlenek az ajándék. Köszönjük. Az összes Los Angeles-i rendőrnek köszönjük. Mások virágokat. Sokan hétes lapot küldtek, vagy rajta. Köszönjük, amit tettek mindannyiuknak. Hálásak vagyunk, hogy itt vannak North Hollywoodban, és köszönjük, amit értünk tettek. Imádjuk a Los Angeles-i rendőröket. Magyar hangok. Gesztesi Károly, Orosz István, Ősi Ildikó, Csankó Zoltán, Sótonyi Gábor, Makai Andrea, Szvetkó Sándor, Szórádi Erika, Kisfalvi Krisztina, Dányi Krisztián. Magyar szöveg Vince Miklós. Vágó Göbjös Attila. Hangmérnök Johannis Vilmos.